Péntek óta zajlik a Vidor Fesztivál, ahol a meghívott színházak a legjobb vígjátékaikkal versenyeznek. Szombaton a nagy színpadon a budapesti Katona József Színház Abigail Bulia című előadását láthatták a nézők. A színház igazgatója Máté Gábor és a darab egyik férfi főszereplője Ötvös András nyilatkozott stábunknak. Szeretünk ide járni, mert ez egy jó hangulatú fesztivál, és mindig nagyon nagy sikerünk van. Melyik az a két darab, amelyet az idén elhoznak? Idén első este Mike Lee Abigail Bulia című darabját játsszuk, második este meg Joel Pomerának a Két Koreú Egyesítése című darabját játsszuk. Mint a kettő kortárs vígjáték? Így lehet mondani, igen. Az érdekesség az, hogy az első darab egy nagyon híres brit filmrendező darabja, Mike Lee, ugye rendkívül jó filmeket csinált, és egyébként nem ritkán színdarabokat is ír. A másik pedig egy francia kortárszerző, akinek egy saját társulata van, akivel minden évben készít improvizációk alapján egy előadást, és abból annak a szövegkönyv alapján készítettük mi is az előadásunkat. Ön szerint mi lehet annak az oka, hogy itt az utóbbi években is, és az idén is, ha jól tudom, nem igazán látunk klasszikus vígjátékokat itt a Vidor Fesztiválon? Én azt hiszem, hogy nagyon, nagyon sokféle új irányzat van, nagyon sokféle módon próbálják az életet a különböző szerzők, és sokszor szerző nélkül is, ugye, mert itt az is érdekes, hogy nagyon sokszor olyan előadások jelennek meg, amik nem is kötődnek feltétlenül íróhoz, vagy szerzőhöz, hanem többen írják, van, hogy a saját társulatok írják ezeket, vagy improvizációkból rakják össze ezeket, vagy csak a téma olyan, hogy érdemes ide elhozni, szóval nagyon sok fajtája van. Ez azt jelenti, hogy a színház nagyon sokféle. Szóval én úgy érzem, hogy ez inkább egy jó tendencia. Az, hogy melyik korban min lehet nevetni, tehát mi vált ki nevetést, illetve hogy elég nevetést vált-e ki ma akár tempójában, akár témaválasztásában egy régebbi úgynevezett klasszikus vígjáték, ez mondjuk nem véletlen. Tehát nagyon felgyorsult a világ, nagyon máshogy reagálunk dolgokra, nagyon szabad lett a világ, sokkal kevesebb olyan szabály van, aminek a kifigurázása esetleg mulatságot kelthetne. Most másféle szabályok között létezik az ember, és más az, ami megnevetteti a közönséget. Milyen karakter ez a Tony, akit ön alakít az előadásban? Szótlan. Most milyen stílszerű lenne innen nem beszélni, nem? Hát... Tony egy ifjú házas. Szedjük össze róla a tudnivalókat. Most költöztek a Beverly-ek szomszédságába. Hát egy ember, aki adatrögzítőként dolgozik, és valaha futballsztáron akart lenni. Tehát egy olyan ember, mint bárki közülünk, neki nem sikerült úgy, ahogy azt elképzelte, és hirtelen egy kertvárosba találja magát, gondolom, hiteleket felvéve egy édesnek tűnő nővérkét vett el, és akkor ők így élnek, és akkor... Hát szerintem így emésztő fázisban van, hogy nem sikerült ez a dolog, és éppen köti meg ezeket a dolgokat, vagy ezeket az alkukat, hogy miért így sikerült. Milyenek voltak a próbák? Szerette a társaság ezt próbálni, a társulat? Ez nagyon szórakoztató. Ez nagyon szórakoztató volt próbálni. Az Asher Tamás, az különösen valahogy... Tehát lényegében az alakoknak és az egész darabnak a tragédiája, hogy végtelenül banális mindenki. És mégis, ahogy a Tamás mondatról mondatra valahogy olyan, mintha minden sarok univerzum lenne. Szóval mondatról mondatra, hogy egyszer csak ki lett bontva, hogy mikor, hol tart mindenki. Egyrészt egy fizikális koreográfia is nagyon fontos egy ilyen darabnál, mikor teszi le az ember a poharat, mikor tört jeget, ki hol tart az ivásba, ki hova néz éppen, hiszen egy szobában egy kanapé játszódik, fontos, hogy úgy irányítsa az ember a történésekre a néző figyelmét, hogy ez mindig pontos legyen.
Hát egyrészt van egy ilyen koreográfia, ami be kellett, hogy üljön, másrészt pedig mindenki ugye, hogy ki hol tart, és így lett aztán a végtelen banális történetből, banális szereplőkből szerintem egy ilyen végtelen szórakoztató dolog, mert az emberek nevetnek többnyire, vagy idáig nevettek, nem tudom, Vidor Fesztivál fognak-e, de nyilván magára ismer mindenki. Hát mindenki volt már szülőértekezleten, lakógyűlésen, olyan emberekkel, akiket nem ismer az ember, de együtt kell lenni, és erre még jön egy kis pia, és akkor a nők előbb berúgnak, és hát ez a karakter, a Tony karakter eladása még ott is marad az oroszlán ballangban három folyamatosan részegedő nővel egy ideig, tehát sok kiderül, hogy melyik házasság miért megy szét, vagy mitől rossz, vagy mit hazudnak el. Egyébként még az hozzájárul ehhez a pasihoz, hogy tehát ő úgy akar érdekesnek tűnni, hogy nem beszél. Ugye azzal védekezik, hogy úgy nagyokat hallgat, és ezzel próbál valahogy. Tényleg talán ez a legjobb szó, hogy nem tudom túlélni ezen az estén, vagy érdekesnek lenni.